most a magyar országos bajnokságon vagyunk Zomban, ez a negyedik forduló. 2 évesen kaptam az első motoromat. Apa már ilyen 20 éves kor óta versenyzett, úgyhogy nem is volt igazából kérdés, hogy mi is fogunk. 3 vagyunk lánytesók, 2 versenyzünk, én és Nagy Evi, a hugom. Jelenleg 2. vagyok a bajnokságban, viszont Lili sérülés miatt nem tudott eljönni, úgyhogy hogyha jól sikerül a mostani 2 versenyem, akkor megnyerhetem a magyar bajnokságot. Annak idején egy ilyen 2 évvel ezelőtt voltam itt utoljára, azóta nem, én nagyon szeretem ezt a pályát. Rajtnál 3. fordultam el, a előttem lévő vetélytársam kicsit lefulladt és bedölt, sikerült kikerülnöm. Utána a riválisom, akivel egy pár pont van közöttünk, nagyot meccseltünk, mert először megelőzött, és akkor ilyen 8 körön keresztül üldöztük egymást, utána sikerült megelőzni, és akkor egy kicsi előnyre szertéve sikerült bejönnöm. A pálya az nem a legkönnyebb pálya, mert azért eléggé nehéz rajta előzni, hogyha nem jól kapod el a rajtot, jó lett a viszonylag a rajtom, így szerencsére meg tudtam nyerni a versenyt. A terv jövőre a másodosztálynak az elejébe lenni, arra fogok edzeni, és remélem, hogy sikerül a top 3 környékén lennem. Szerettem volna, hogyha első kanyarban jobban el tudok egy kicsit fordulni, de számítottam rá, hogy nagyon szűk a kanyar, megpróbáltam belül maradni, sikerült is, aztán fölértem a tetőre, és egy kicsit megcsúszott a motor, sikerült utána egy előzést végrehajtanom, úgyhogy igazából elégedett vagyok. A lekörözések voltak egy picit nehezek, ez miatt egy kicsit időt vesztettem, de a végén sikerült megtartanom az előnyt így. Thank you.
Az év egyik legjobb futama volt ez a második futam. Rajt jól sikerült, talán nem én ugrottam ki a legjobban, de utána sikerült átvennem az első helyet. Utána kénytelen voltam két kisrácot elengedni. Ugyebár én közel kétszer annyi idős vagyok, mint ők, így egy kicsit nehezebb felvenni a ritmust velük, de igyekszem. A harmadiknak és kategória elsőként sikerült átgurulnom a célon. Igazából egy másik helyet választottam, kicsit kijebb álltam, mint az első futamba. Jól elsikerült rajtolnom. Hát sajnos a holsat és a holsat díj nem lett meg, mert ugye az MX1-jel együtt megyünk. 4.50-et nem nagyon tudtam lerajtolni. Viszont másodiknak eljöttem a rajtnál, és hát igazából végig ott mentem a futamba olyan 18. perc környékéig. Kádival a csata hevében kicsit elnéztem egy nyomot, és elestem. És itt bejöttem másodiknak. Másodikba jöttünk 5. a rajtnál. Azt pályá a hátulján lepuszíltam bokával a partoldalt, meg beakadt a lábam a hátsó kerékhez, és így utolsóként kezdhettem újra a futamot, de szerintem jól feljöttünk, meg a kondi is jó volt mindkét futamban.